energiatakarékos, energiatudatos otthonoknál az is egy lehetőség, ha a rendelkezésünkre áll egy üvegház, akkor annak a melegét is be tudjuk vinni a beltérbe. Tehát a napnyereséget felhasználja ez az üvegház, felmelegszik, és ezt a meleget kell valahogy bejuttatnunk a belső térbe, például úgy, hogy egész egyszerűen a felszálló meleg bejut a belső térbe, aztán amikor lezuhan, hidegebb lesz, és újra visszakerül, visszakeringhet az üvegházba. Persze szerencsése az üvegház, az egy kétszintes üvegház, tehát a kétszintes házunkat, vagy a többszintes házunkat az jól tudja felfűteni, de egyszintesben is ugyanúgy működik. De lényeg az, hogy egyfajta ilyen keringés viszi végig a lakás belterén ezt a meleget, hiszen ezt a meleget, ezt a napcsapda által összegyűjtött meleget érdemes bekeringetni a házunkba, hogy ennek a hőmérlegét jelentősen javíthassa, tehát az eddigi vagy itteni fűtésre rá tudjon segíteni, vagy az itteni hőmérsékletet jól tudja emelni. Tehát érdemes ezzel foglalkozni, hogy ezt hogy tudjuk jól bekeringetni a házba, milyen méretű, milyen szélességű, magasságú ez az üvegház, főleg ha utólag építjük és kialakítjuk, akkor érdemes ehhez hozzá hangolni, és nagyon nagy előnyt jelent, hiszen abból az energiából, amit a nap jelent, szinte ingyen jutunk olyan plusz fűtés energiához, ami jelentős fűtésköltség csökkenést eredményezhet a későbbiekben.